az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsait megvetették és eltaszították maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozó fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen szomjan, el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy apol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól vízhangozzék, köszöntsük az isteni szívet, amely által üdvösségünk támad, dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen. Engesztelésről, a káromkodásokért és istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Kenyeret adtál a mennyből, amely minden gyönyörűséggel teljes. Könyörögünk, Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk, add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, ezt a Szent Mise áldozatot a Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, őriz szüntelen jóságoddal egyházadat,
és erősíts mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha meztelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett sebb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a kísérőd. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavaira így felel. Íme, itt vagyok, ha eltávolítod körödből az igát, az ujjad, ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jól lakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és a homályod déli verőfényre változik. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben. Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben. Az igaz világít, mint fény a sötétségben. Igazságos, jóságos és irgalmas. Boldog ember, aki irgalmas, és szívesen ad kölcsön. Aki a törvény szerint intézi minden dolgát. Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben. Nem tántorodik meg soha, az igaz emléke örökké megmarad. Rossz hírtől nem kell félnie, szíve nyugodt, mert az Úrban bízik. Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben. Szíve erős, nem ismer félelmet, bőséges adományt oszt a szegénynek. Igazsága megmarad örökre, feje dicsőségesen felemelkedik. Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában, félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és ige hirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
Urunk, aki engem követővé lesz az élet világossága. Alleluia. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de a só ízét veszti, mivel súzzák meg? Nem való az egyénre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért nyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves gyerekek, a mai evangéliumban hallhattunk arról, Jézus azt mondja nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága. És világosságot nem azért gyújtanak, hogy elrejtsék, hanem magasra teszik lámpatartóra, hogy a sötétséget eloszlassa. A zsoltárokban pedig énekeltük, hogy az igaz ember világít, mint fény a sötétben. De mit is jelent a Szentírás szerint az igaz ember? Szent Józsefet, a kis Jézusnak a nevelő apját is igaz embernek nevezi a Szentírás. Mégpedig azt, aki az Istent nagyon szereti, és ez az isteni szeretet áthatja az egész életét, és minden szeretetből tesz. Vagyis a jó cselekedetek világítanak akkor, amikor az ember az Isten szeretete miatt teszi a jót. És lehetne kérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy mi a jó cselekedet, és mi a rossz. Azt gondolom, hogy a kisgyermekek is tudják azt, hogy mi az, amikor jót tesznek, és mi az, amikor rosszat tesznek. Mert hogy mindegyikünknek van lelkiismerete. A lelkiismerete, a lelkiismeret pedig az Isten szava bennünk. Vagyis az, akinek egészséges a lelkiismerete, az a lelkében megérzi azt, hogy jót tesz, vagy éppen rosszat. Ha jót teszünk, akkor a lelkiismeretünk megjutalmaz bennünket. Ilyenkor öröm van a szívünkben. Örülünk, hogy valami jót tettünk, hogy valakinek ténylegesen örömet szereztünk. És akkor, amikor pedig rosszat teszünk, amikor bűnt követünk el, akkor a lelkiismeretünk vádol bennünket. Van ilyen, hogy lelkiismeret furdalás. Akkor, amikor bűnt követünk el, akkor azzal nem csak másnak okozunk fájdalmat, hanem a lelkiismeretes ember, az egészséges lelkiismeretű ember a saját lelkében is érzi, hogy bűnt követett el. És bizony a lelki ismeret furdalás az nagyon fájó dolog tud lenni. De az Úr Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a fény az éjszakában. Akkor, amikor Nagybölgyben, nagy csütörtök éjszakáján imádkozunk, ugye akkor elfogják Jézust, és akkor itt a templomban egy érdekes dolog szokott lenni, az Úr Jézussal együtt virasztunk, szépen besötétedik, és ide az oltára csak gyertyák vannak helyezve. Nem csak egy gyertya, hanem az a húsvéti gyertya, az a nagy gyertya, Jézus Krisztus jelképezi, és köré teszünk 12 gyertyát,
ami az apostolokat jelképezi. És ugyan a Szentírásból olvasunk föl részleteket, mindig eloltunk egy-egy gyertyát, és a végén már csak a nagy gyertya világít. És az az érdekes benne, hogy amikor az az egy gyertya világít, akkor is tudunk igazodni hozzá, mert látjuk azt a fényt, hogy ott van az oltáron. Persze minél több a fény, minél több gyertya ég, annál nagyobb a fény a templomban is. Valahogy így vagyunk mi is, hogyha csak egyedül tesszük a jót, az is világít, azt is meglátják a többiek. De ha közösségben vagyunk, ha többen vagyunk, akkor még nagyobb a fény, még nagyobb az erő. Azt gondolom, hogy akkor, amikor a gyerekek eljönnek ide a templomba, és együtt imádkozunk, például amikor együtt imádkozzuk a mi atyánkot, mert azt mindannyian tudjuk, akkor mindig öröm van a szívünkben, főként az idősebbeknek, hogy milyen jó, hogy vannak fiatalok, vannak gyermekek, akik tiszta szívükből tudnak imádkozni. És mondhatjuk azt, hogy ti is fény vagytok itt a templomban, akkor, amikor tiszta szívetekből imádkoztok itt az Isten házában. De az is nagyon érdekes, hogy nem kell nagy dolgot tenni ahhoz, hogy valakinek a cselekedete az egészen világos legyen számunkra. Ugye a nagy templomokban annyira nem, amikor sokan vannak, nem lehet észrevenni, de amikor kevesen vagyunk, akkor azt is tudjuk, hogy ki hiányzik a miséről. Például Kunmadarason viszonylag kevesen járjuk, tudjuk név szerint is, hogy ki van ott, meg ki nincs ott. És persze, ha valaki betér a templomba, akkor azt egyből észrevesszük. És már is lejön az, hogy valaki hogyan is áll a Jóistennel. És a múltkor is, kicsit régebben bejött egy család, és keresztet vetettek, énekelték a szentmise énekeit, szentáldozáshoz járultak. Ők ebben a kis közösségben fény voltak, mert az ő vallásosságukkal, az ő Isten szeretetükkel mindenki számára világossá tették, hogy ők szeretik a Jóistent. És azt a kis közösséget is erősíti egy-egy ilyen család. Mit is jelent a jó cselekedet? Nem feltétlenül az, hogy minél nagyobb jót tegyünk, persze az is jelenti, hogyha valamit én tiszta lelkemből tudok adni a Jóistennek valamit, akkor az valóban kedves. Például betegségek és járványok idején, amikor az emberek nagyon nagy fájdalmat, nehézséget éltek meg, akkor bizony voltak ilyen fölajánlások, olyan is, hogy valaki templomot épített, például a földesurak tekintetében, vagy egészen nagy dolgot ajándékoztak a templomnak, vagy a közösségnek. De itt van oldalt, nektek bal oldalt, Lizői kis Szent Teréznek a szobra. Ő a 19. század végén élt, nem érte meg a 30 évet, és ő nagyon szerette a Jóistent. Látjátok, hogy rózsa van a kezébe, ő kármelita apáca volt. Róla szeretnék egy-két dolgot elmondani. Nagyon szerette a Jóistent. Elég sokan voltak, több mint 10 voltak testvérek, és ő volt a legkisebb. A szülei is nagyon szerették a Jóistent, és ő benne is az volt, hogy ő a Jóistent szeretné szolgálni, és már 14 évesen szeretett volna az apácákhoz elmenni. És erre nincsen lehetőség, mert hogy régen is úgy volt, hogy bizonyos életkor be kellett tölteni. És a Szent Atya adhatott felmentést arra vonatkozóan, hogy valakit beengednek a kolostorba. És a Teréz azért, hogy idősebbnek lássák, egy kontyot, a hajából kontyot készített, azért, hogy idősebbnek tűnjön, és hát befogadták a kolostorba, és Lizői kis Szent Teréz egy nagyon egyszerű életet élt, tele volt a szíve szeretettel, de hogyha elolvassuk az ő önéletrajzát, akkor bizony nagyon sokszor hitetlenséggel is küzdött, és azzal is, hogy volt, akit a szerzetben nagyon szeretett, és volt, akit egyáltalán nem szeretett. És azt kérte a Jóistentől, hogy
akiket nagyon ellenszenvesek számára, azokat is tudja szeretni. És leírja a naplóba, hogy volt, aki tényleg nagyon ellenszenves volt számára, és megkérdezte tőle az egyik alkalommal, hogy ő miért szereti őt ennyire. Tehát, hogy azt gondolom, az Úristennek egy különös csodája az, amikor tudunk úgy tenni, hogy az ellenérzésünket le tudjuk győzni, és ennek ellenére tudunk jót tenni. De visszatérve Lizői kis Szent Teréze, a kis útját kell tudni, amikor fiatalkora ellenére asztmás volt, nagyon beteg, és nagyon sokat volt ágyban. És ő azt kereste, hogy hogyan tud a Jóistennek még nagyobbat tenni. És az ő kis útja azt jelenti, hogy nem a cselekedeteknek a nagysága számít, hanem az, hogy milyen szeretettel tesszük. Tehát ha kis dolgot is teszünk, ha csak egy pohár vizet adunk a másiknak, de a szeretettel teszem, akkor az a Jóisten számára nagyon kedves. És azt mondta, hogy én szeretnék az egyház szívében a szeretet lenni. Tehát Lizői kis Szent Teréz tanít bennünket arra, hogy nem nagy dolgokat kell tennünk, hanem a legkisebb dolgot is, ha szeretettel tesszük, akkor az a Jóisten szemében nagyon kedves. És a felnőtteknek is mondom, hogy Vagdi emlékét azt hiszem, hogy többnyire ismerjük, és ilyen boldogságkutatással is foglalkozik, és a boldogság az endorfin hormonhoz kötődik, és a nyárban ki lehet mutatni. És két kísérletét szeretnék idehozni. Az egyik, hogy ápoló nőket, akik kórházban segítkeznek, vizsgáltak meg, hogy mi is megy bennük végig, ugye érintik a betegeket, és hogy mi megy végbe a nővérekben. És a vizsgálat a következőt, ott nyálmintát vettek le a munkájuk elején és a munkájuk végén. És a következőt mutatta ki a vizsgálat, hogy azok a nővérek, akik nagyon nehéz és fáradtságos a munka számukra, és nagyon rossz kedvel mennek bedolgozni, hogy na már megint be kellett jönni, tehát a beteg csak egy ilyen valaki, tehát nincs bennük jó kedv, nincs bennük öröm, úgy nevezik ezt, hogy ezek a kiégett szakmabeli emberek, azt mutatta, hogy az endorfin szintjük az átlag alatt volt, és mire a nap végére került, még lejjebb került. És az a másik megfigyelés, hogy azok a nővérek, akik hivatásuknak a teljében vannak, és örömmel mentek dolgozni, és szeretettel érintették meg a beteget, azoknak az endorfin szintje az átlag fölött volt, de a munkájuk végén még magasabb lett. Tehát ugye miről szólt a vizsgálat? Arról, hogyha mi valakit szeretettel érintünk meg, tehát akár egy kisgyerek is szeretettel öleli meg a szüleit, vagy a szülő a gyermekét, akkor az pozitívan hat. És van egy másik dolog is, ami nekem nagyon tetszik. Teréz anyáról szóló dokumentumfilmet vetítettek le fiataloknak. És nyálmintát levették a film előtt, majd utána a film végén, és utána megkérdezték a fiatalokat, az egyetemistákat, hogy mit gondolnak a filmről, amit láttak. És három csoportot különítettek el. Az első csoport azt mondta, hogy hát rájuk ez a film ez különösebben nem hatott, megnézték, hát vannak ilyen emberek, ez volt az első csoport. A másik csoport az volt, akik azt mondták, hogy hát szép volt ez a film, de ez lehetetlenség, ez nem mindenkinek adatik meg. És a harmadik dolog, a harmadik csoport pedig azt mondták, hogy hát Teréz anyának az élete, aki a haldoklókat segítette és a szegények mellett állt, ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és ha az egész világon mi ezt tudnánk tenni, akkor az egész világot meg lehetne változtatni. Na és mi jött a nyárból le az endorfin szintbe? Az, hogy mind a három szintnek emelkedett a szintje. Azoknak a legkevésbé, akik olyan érdektelenül voltak jelen, és azoknak emelkedett legjobban az endorfin szintje, akik nyitott szívvel
nézték ezt a történetet. Miről szól ez a vizsgálat? Arról, hogyha csak látjuk a jót, már az is pozitívan hat ránk. Még azok számára is, akik úgy elzárkóznak, vagy úgy tűnnek számunkra, hogy eléggé ridegek, azok számára is hat a jó cselekedetünk. Tehát az Úr Jézus azt kéri tőlünk, hogy ti vagytok a világ világossága. Vagy ahogyan énekeltük, az igaz ember világít, mint fény a sötétségben. Kérjük az Isten szent lelkét, hogy az Isten szeretete legyen a szívünkben, és ő általa tudjunk jót tenni, és a legkisebb cselekedetben is, ott van az Isten iránti szeretetünk, az biztosan hat. Amen. Isten fizessen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a világosságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, kérjük Istentől az irgalmas lelkület ajándékát, amely kedvessé tesz minket mennyei Atyánk előtt. Engedd, Urunk, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy egyházra fölsúlya és a világ világosra legyen. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy az országok vezetői mindenütt felelősségtudattal gondoskodjanak a rájuk bízottakról. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy mindenkivel jótevő Krisztus követve segítsük a rászorulókon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a kereszt áldozat kegyelmeiből erőt merítsük életünkben és halálunkban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a Rózsafüzér társulat elhunyt tagjai a te boldog mennyországod részesei legyenek, és a szűzanyával együtt dicsérjenek téged. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, te azt akartad, hogy a föld súlya és a világ világossága legyünk. Add kegyelmedet, hogy az irgalmas ember szeretet gyakorlásával betölthessük keresztény küldetésünket, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földéletünk táplálékául rendelted, az, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengünk, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és víre legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a Rózsafűzér társulat élő tagjairól. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a Rózsafűzér társulat elhunyt tagjairól, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged. Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Asztalához, Jézus az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus test és vér, viszel meg engem az örök életre.
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihlass meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem. Halálunk uráján, hív magadhoz engem, s add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk, Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. A héten február 2-án volt gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, akkor is szenteltünk meg gyertyákat, majd most a hirdetés végén még áldok meg, és aki szeretne vásárolni, akkor lehet venni itt a lurdi szobor alatti padon találhatóak a gyertyák. Aztán most a Szent Balázs püspöknek az ünnepe pedig pénteken volt, február 3-án. Ilyenkor a szokásos Balázs áldásban részesítjük a kedves testvéreket. Mindenki jöhet, aki szeretne ebben az áldásban részesülni, akkor is, ha valaki nincs megkeresztelve, vagy éppen református, tehát ez most éppen olyan áldás, amit mindenki megkaphat. Hirdetem, hogy hétfőn, kedden és csütörtökön reggel 7 órakor lesz majd Szent Mise. Pénteken 4:30-tól szentségimádást tartunk, és 17 órakor kezdődik a Szent Mise. Ugyanígy szombaton is 17 órakor kezdődik majd a mise, amelyet egyházközségünk elhunyt jótevőjért ajánlunk majd föl. Február 11-e a betegek világnapja, és a következő vasárnap a szokott időben kezdődik majd a Szent Mise, amelyet a betegekért ajánlunk majd föl, és ebben a Szent Misében kiszolgáltatjuk közösségben a betegek szentségét. Ez azt jelenti, hogy aki 60 év fölött van, az évente egyszer fölveheti a betegek szentségét, akik fiatalabbak, 60 évnél komoly tartós betegségben szenvednek, ők is fölvehetik a betegek szentségét. A feltétele a kegyelmi állapot, tehát hogy a szentgyónást kell elvégezni, illetve a Szent Misében a szent áldozás. Tehát ez a következő vasárnap lesz, a prédikáció után majd a betegek szentségének a kiszolgálása. Aztán hirdetjük, hogy holnap délután 2 órától imaóra lesz egyházközségünkért a plébánián, és ugyancsak a következő vasárnap, február 12-én este 6 órától egyháztanácsgyűlést tartunk, melyre szeretettel várom az egyháztanács tagjait. Szerdán este 6:30-kor az Alfa kurzus befejező találkozása lesz a plébánián. Február 24-én pénteken este 6 órakor kezdődik el a felnőttek keresztelésére való felkészítés a plébánián, tehát aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, vagy ugyan megvan keresztelve, de szeretne elsáldozó lenni, bérmálkozó, akkor erre van lehetőség. Tehát ott majd a részleteket megbeszéljük. És február 25-én a szombatesti szentmisében emlékezünk majd meg a február hónapban elhunytakról. Az adóbevallások időszaka is elkezdődik, 2x1%-ról rendelkezhetünk a személy jövedelemadónkat illetően. Az egyik 1%-ot egyházaknak lehet felajánlani, a katolikus egyháznak a technikai száma a 0011, és a másik 1%-ot pedig különböző alapítványoknak és egyesületnek. A György István Katolikus Általános Iskolának is van
alapítvány, a Maristéskolának és az egyházközségünknek is. Mindenki belátása szerintem, főként itt a kedves szülőket, nyilván az iskola alapítványát támogassák, de az egyházközség híveit pedig kérem, hogy ugye az mindig plusz jelent, mert minden évben újra és újra meg kell jelölni, hogy melyik alapítványnak akarjuk adni az 1%-unkat. És akkor most megáldjuk a gyertyákat. Könyörögünk, Istenünk, Te vagy minden világosság útfeje. Te megmutattad az igaz lelkű Simeonnak a világ világosságát. Alázatosan kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Fogad kegyesen hívő népedet, mely neved dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé. Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra. Istenünk, Te vagy az igazság napja. Tőled ered, és belőled sugárzik az örök világosság. Áll a szíveid szívébe kegyelmed állandó fényességét, hogy mindnyájan, akik ezeknek a gyertyáknak a fénye sugárzik, eljussanak dicsőséget boldogító fényébe. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekint sírgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint álmák sírunk előtted, kérünk téged a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Tehát most a Balázs áldás következik majd, ugyanúgy, mint a szent áldozásra tetszenek ülni, egyes sorba lehet jönni. És szeretném megköszönni a kedves szülőknek, hogy nem csak a gyermeket küldték el, hanem hogy ők is eljöttek és részt vettek a szentmisében. Nagyon örültünk. Yeah.